Elindult az idei évi a rendőrök szórólapokkal próbálják segíteni a bűnmegelőzést és tájékoztatni a turistákat. Vendégem a stúdióban, Bordás Béla, Városgondnok, jó estét kívánok, köszöntöm. Kedi Csoklami estét kívánok. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen mi ez a turistpolis, mióta létezik, mert hogy Kirakatba igazából most fog kerülni. Így van. Hat éve működik a turistpolisz, ami egyébként nagyon egy jó kezdeményezés. A rendőrök, a fiatalokkal együtt közösen karöltve, természetesen ideget, idegen nyelvet beszélő fiatalokról van szó, akik feliratos pólóban vesznek részt sóston. és eddig megszokott volt, hogy a víztorony környékén láthattuk őket, sőt a strandokon, a sóstó sétányain, a Blahalúza sétánya a strand körül, illetve a strand belterületén. Most egy olyan frekventált helyen szembesülnek majd az odalátogatók, mint például rögtön sóstóra beérkezve, baloldalt a sóstójúton, ami úgy hiszem, aki belép sóstóra, rögtön abban a pillanatban szembesülni fog, ott egy kis faháza, amint feliratok vannak, rendőrség, policei, polgárőrség, turiszpolisz. Hát ez az, ami reméljük, hogy még jobban növeli majd sóstón a biztonsági érzetet az ott a látogatóknak. Hány személy fogja ezt biztosítani, ahogy kiveszem a szavaiból, itt diák munkáról is szó van, a polgárőrség is aktívan részt vesz ebben, és hát a rendőrség? Így van. Már több éve, pontosabban a harmadik éve Nyiregyházán működik, májustól egész augusztus végéig a hétvégi megerősített szolgálat a rendőrség és a polgárőrség között. Ez egy nagyon jól ö, működő dolog, ami csak nyári idényben. Ez a következőképpen működik. Tudjuk azt, hogy Nyiregyházán és Nyiregyháza közvetlen vonzás közvetében <coughs> több száz pol polgárőr van, és mintegy tizen, hét egyesület dolgozik, az egyesületnek a tagjai szívesen vállalták a hétvégi szolgálatot Nyíregyháza város területén. Most bővítettük azzal, hogy Sóstón lenne egy kis faház, és ott teljesítenének úgy szolgálatot, hogy nincsenek az időjáráshoz kötve, akár esik, akár fúj, éjjel vagy nappal, van egy kis fix létesítmény, ahol szórólapokat is tudnak osztani, és ha valakinek problémája van, akár a közrendel vagy közbiztonsága, bátran fordulhat az ott szolgáltat teljesítő személyekhez. És hangsúlyozom, hogy hétvégi szolgáltok, amik a városban voltak, most ezt kibővítettük Sóstóra, ami tulajdonképpen Nyíregyházához nagyon közel van, de mivel több tízezer ember látogat Sóstóra ugye nyári idényben, és itt főleg majd a iskola és szünet kezdetén megnövekedett forgalom, és nagyon sok gyermek, akár kerékpárral, vagy autóbusszal tömegközlekedéssel, ugyan, a nyugdíjasok, és a külföldi turistáknak a biztonság érzetét ezt fogja növelni. És hogy hogy működik ez a szolgálat? Pénteken kezdődik este 20 órakor, a Városi Rendőrkapitányság stadion utcán van az eligazítás, ide érkeznek azok a polgárőrök, akik be vannak a hétvégére. Egy nagyon jól szervezett munka folyik a rendőrség és a polgár. Között, a Városi Rendőrkapitányság vezetésével egybeértve, be van osztva a szolgálat, van egy koordinációs iroda, és van egy szolgálati vezénlés, és van egy szolgálatvezetés. És hogy miért szerencsés pont Sóstorágy? Sóstor működik egy olyan polgárőrség, ami évek óta egy olyan ö, munkát tett már le az asztalra, Amire lehetett ezt alapozni, hogy a hétvégi és a nyári szolgálat idején még hatékonyabb, láthatóbb és nagyobb biztonsági érzést adó szolgálat van, ami egyébként a, úgy a külföldiek és a helyi embereknek is a biztonságát fokozza, és hozzáteszem, azért Sóston rengetegen laknak. Tehát nem csak üdülnek már, hanem nagyon sokan ott laknak a nap az év 12 hónapjában. És az ott tartózkodóknak a biztonsága így még jobb lesz, és hozzáteszem, egy kitűnő közeti megbízott csoport működik Sóstó gyógyfőrön. Ők nagy területtel bírnak olyan értelemben, hogy nagy a feladat. Tehát a közeti megbízott rendőröknek kiterjed a feladatuk Sóstóhegyre és Sóstó teljes területére, itt belértve a Nyírerdő, ZRT-nek a területe, Azért van feladat, vannak a balesetek, vannak tulajdonképpen a lopások, vannak az olyan cselekmények, amik bűncselekmény, vagy szabásértés, vagy bármilyen. Itt most már ezzel a... Jelenléttel, bízunk benne, hogy az idegenforgalmi idény idej alatt és a nyári vakáció alatt még jobban visszaszorulnak azok a rendítes elemek, akik azzal a látogatnak Sóstóra, hogy valakinek a kárára valamit elkövetnek. Itt beléltve a strand, vagy az egész Sóstó területét. És mivel látványos helyen van, látványos szolgálatot is fognak adni, van kerékpár, ugyanis a polgárőrség rendelkezik kerékpára, tehát nem csak gyalogosra, hanem kerékpározó polgárőrökkel is fognak találkozni, amik nyilván azt a hatékony munkának a feltételét biztosítják, hogy rögtön a problémás helyekre oda tudnak kerekezni. Egyszerre hányan lesznek szolgálatban, és milyen hatáskörrel bírnak, milyen jogkörökkel bírnak Igen, ezek kettő a... kettő-három fiatal szemület. lesz szolgálatban, a rendőrség segítségével, ott lesznek a rendőrök, azon rendőrök, akik a KMB-sek, majd a Nyíregyházi Város Rendőrkapitányság járőrei, az úgynevezett közrendvédelmi járőrök, akik a stadion utcáról indulnak ki, és természetesen, hogy a hétvégi szolgálatok közben, a hétköznapi szolgálatokban is ott lesznek jelen sóstó a faházba és a faház körül. Az nem biztos, hogy pont a faháznál lesz, de a faházon ott vannak a telefonszámok, hogy kit lehet ilyen esetben hírni, ha valakinek bármilyen problémája van. Csak mondok egy olyan történetet, ami előfordult már pár évvel ezelőtt, egy szlovák családnak a gépkocsiára rádölt egy fa, mert hatalmas, nagy viharos szél volt nem tudták, hogy kihez fordulhatnak segítségül. Úgy sikerült nekik nagy nehezen elérni segítséget, hogy a gépkocsit hogy fogják hazaszállítani, ki fogja ezt a kárukat rendezni, és ilyen esetben oda nyugodtan bármikor fordulhatnak, mert közvetlen vonalban vannak a polgárőr vezetőkkel, a rendőrségi vezetőkkel, és még ezt szeretnénk bővíteni, ha valakinek elsősegély problémája van. Akkor közvetlen ott lesz egy első segélyláda, vagy időnként még a mentőszolgálatnak a munkatársai is nagyon szívesen fognak egy újraélesztést bemutatni, hisz a hely adott, a terület adott, és én bízom benne, hogy ezzel még jobban növeljük sóstó színvonalát jellemzően az elmúlt években mennyire volt gyakori egy nyári szezonban bármilyen bűncselekmény vagy a lopások száma, hogyan alakult? Sajnos, hogy minden évben előfordul, és hogy mik a leggyakrabban a kerékpárt például eltulajdonítanak strand elől, a tófürdő elől, vagy gépkocsit valaki véletlenül nyit, vagy nem húzza fel az ablakát. Strand lopások, ezek szerencsére nagyon kevés, de ez is előfordult, de aki mondjuk a padon éjszaka ott marad, ott alszik, megfeledkezik magáról. Általában a rendezvények ideje alatt mindig valami történik. Ott voltak akkor is a sóstai polgárőrök, amikor a tóból ki kellett húzni azt a fiatal embert, aki erősítás állapotban beleesett a vízbe. Ha ott nincsenek ott a polgárőrök, akkor tragédiával végződik. Nem véletlenül kapott a két polgárőr Budapesten életmentésért magasrangú elismerést, ami azért nem másodlagos. Tudjuk, hogy felhevülnek a fiatalok általában, és az önkontroll nagyon nehéz és ha egy olyan szórakozási lehetőség van, mint például több rendezvény. Elfeledkeznek, megfeledkeznek magukról. Nagyon fontos, hogy ott legyenek a polgárőrök, a civilruhás rendőrök, az egyenruhás rendőrök, és azért a fékezés ereje ott kell, hogy legyen ilyen esetekben, és most még hatékonyabban, még szélesebb körben, és még jobban láthatóan ott lesznek. És ha valakinek problémája van, tudja, hogy hova szaladhat, kitől kérhet segítséget, ugyanis ott mindig fog tartózkodni egy személy a faházban, amikor a többi munkatársa vagy társa Közteleten teljesít szolgáltat, akár gyalog, gépkocsival, vagy segédmotorkerékpára, ugyanis a sóstői polgárőrségnek kettő darab robogója is van, amikkel még hatékonyabban és még gyorsabban el tudják a szolgáltat látni. Az elmúlt napokban találtak például tojásgránátot. Ott is a polgárőrök biztosították egész éjjel a helyszínt reggelig, míg a tűzszerészek Budapestre megérkeztek. És sorolhatnám azokat az eseteket, falopások például, akkor olyan tárgyakat tulajdonítottak el, amik, vagy megrongáltak tárgyakat sóston a parba. Sajnos, hogy évre évre ilyennek előfordulnak, és ilyen esetben reméljük, hogy távol tartják. Ez a preventív jelleg tulajdonképpen, hogy a szolgálattal elérhető az, hogy távol lehet tartani a bűnözőket és azokat a személyeket, akik azért látogatnak sóstóra, hogy valamit elkövessenek. Említette, hogy az ott élők számára is szeretnének szolgálatokkal, vagy szolgáltatást nyújtani. Hogyan tudják majd az ott élők nyugalmát biztosítani, őrizni? Hiszen örvendetes, hogy sóstó turizmusa évről évre fejlődik, egyre több turista látogat oda, de a sóstó élhetőségét azért valahogy mégiscsak fent kell tartani. Így van. Milyen más valakinek a biztonság érzete, hogy van egy több tízmilliós érő ingatlanja, és az ingatlan udvarán vagy a garázsban gépkocsik is vannak, vagy gépjármű, vagy nagy értékek vannak. És ha látja a polgárőröket a rendőrökkel együtt, hogy gyalog, járőröznek abban az utcában, most legyen az Füldő utca, Szódaház utca, Vénusz utca, vagy sorolhatnánk azokat az utcákat, amik ugye Sóstó legszebb utcái, és igen sűrű lakottak, egy úgynevezett nagyon frekventált rész, hogy a jelenlétükkel az ott lakók is nyugodtabbak. És én csak azt kérem egyébként a sóstóra látogatóktól, hogy vegyék azért az figyelembe, hogy ott van egy közlekedés, és nem minden utcában van járda, hogy van egy övezeti sebesség. Például az elmúlt napokban kaptam olyan bejelentést a Fürdő utcáról, hogy miért száguldoznak a fürdőutcán. Valóban erről meggyőzöttünk, hogy egyes járművezetők nem a megadott sebességgel mennek, hanem túllépik, ami az ott lakóknak a biztonságát már veszélyezteti idősek, nyugdíjasok, gyerekek. Például, hogy szülő elenged a gyermekét a boltba, akkor nyugodt szeretne lenni, és nem attól rettegni, hogy valaki gyorsan közlekedik, mondjuk a Fürdő utcán, vagy a Berenát utcán, vagy a Sóstöjtön, hogy ezt figyelembe kell venni. Ha beérnek Sóstör, rögtön van egy 30 kilométeres sebességkorlátozás. Lesznek sebességmérések is, amit a rendőrség közösen nyilván a polgárőrség segítségével fog. A másik nagyon fontos a rendszám felismerő. Tehát a rendszám felismerővel is rendelkezik a polgárőrség, ami ellenőrző, hogy a gépkocsi nem -e körözött, nincs -e hatóságilag kivonva a forgalomból, és az ilyen jellegű programok eredményt mutatnak és produkálnak nem csak Sóstóhegyen, Sóstó belterületén, a nagyforgalmú Kemecsajúton, hanem akár egy mellékutcában is, és azon rendezvények közvetlen közelébe, ahol ilyenekből szép száma bővelkedhet Sóstó nyáron. Bordás Béla, eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen, szépen Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk.